Szájkarate 2.0. Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, ez a Szájkarate 2.0, mivel hogy szerda délután van, ugye ez szokott lenni a szerda délutáni magazin műsorunk itt az érhangja.ru per rádió oldalon. Demján Zsolt és Lenkár Péter lesznek itt a mikrofonok mögött, sőt már vannak a mikrofonok mögött, bár Zsolt azt mondta, hogy később fog ideérni, ennek ellenére rászedett, és már itt van már vagy 10 percen. Rád akartam ijeszteni, kellemes estét, jó rádiózást mindenkinek. Rettenetesen megijedtem amúgy. Láttam úgy, hogy... rajtad. Könybelábat szemekkel vártam, hogy gyere, igen. Itt álltam az ajtóval a stúdió előtt, és te hozottam úgy. Köszönöm. Ugye, ahogy azt már megszokatták a kedves rádióhallgatók, a hét híreiből szemezgettünk itt pár érdekesebb hírt, azokat fogjuk átbeszélni, természetesen zenét is fogunk hallgatni. Van a rádiónak Facebook oldala, ott hozzá lehet szólni a műsorhoz bármelyik percben a következő majdnem 2 órán keresztül, illetve a YouTube csatornán is meg lehet találni az adásainkat. Most legfrissebb a tegnapi Értágító című műsorunk, melyben Kis Lóránt kollégámmal, barátommal sorozatokról és gagyi címekkel, gagyi filmcímekkel foglalkoztunk tegnap este. Ott is el lehet mondani a véleményt, hogy kinek melyik a kedvenc butára fordított filmcíme. Hallottál arról, hogy a Sziki szökevény, és ennek volt egy, van egy ilyen film, aminek nem ez az eredeti címe, csak a magyar forgalomba ezzel a névvel került, egy ilyen vígjáték Leslie Nielsennel, tudod, Csupaszpisztoly meg ezek, és az lett a címe, hogy Sziki szökevény, ami már magában megbotránkoztató, de ennek volt egy alcíme, hogy Ciki a muki, de Cuki. Igen. Végignéztünk egy pár ilyen fórumot, illetve oldalt, ahol össze voltak gyűjtve, de ez vitte a prímet mindenhol, illetve nyelvtörőnek is szerintem beillik. Zseniális, beillik, így van. Hallottam egy felvetést most a napokban, kíváncsi vagyok a te véleményedre is, ugyebár szoktak arról vitázni, hogy mióta úgymondván demokrácia van, mindenki szavazhat, aki betöltötte a 18. életévét, ugyebár. Ja, és legalább ennyi IQ-ja van. Mennyi? Legalább ennyi. Ja, ez nincs benne. Nem, ez nincs benne. És milyen ez érdekes, hogy ezt mondod. Milyen érdekes, hogy ezt mondod. Mert hallottam olyan felvetést, hogy azért kéne legyen egy szűrő réteg. Hát ugye... Rást teszed, csak előbb kételni előtt az embernek, nem? Nem feltétlenül. Csak kíváncsi vagyok a véleményedre, ugye tele van az internet olyan videókkal, ahol mondjuk önkormányzati választásokon, elnökválasztásokon megkérdezik a szavazás után szavazóhelyet elhagyó úriembert, hölgyet, hogy kire szavazott, mire szavazott, és jó, hogy döntő többségben azért tudják, hogy miről van szó, de ugye vannak ezek a mémek, hogy legyen tánc, te tudod, miről beszélek, az a videó, vagy ez a szlogen, ez a mém, ez egy nem tudom melyik évbe készült választás után kijövő úriemberrel készült interjúból készült, hogy mi lesz, hogy kire szavazott, tehát, és fogalma nem volt, hogy kire szavaz, és hogy mi legyen a városban, ő mit vár, és akkor erre mondja, hogy legyen tánc. Tehát, hogy lehet, hogy szükség lenne azért mégis táncra. Nem, zenére. Nem táncra, hanem hogy úgy húzunk egy vonalat a választók között. Mit szólsz ehhez? Hát mindenféleképpen. Nem? Tehát szerintem, hát de, szerintem, de nem is, szerintem nem is feltétlenül, de én ezt nem viccként szántam azt, hogy egy akármilyen tesztet, vagy egy bizonyos helyzet felismerést azért alapul kellene venni annak érdekében, hogy valaki szavazhasson. Nem biztos, hogy korosztályhoz kötném én ezt a dolgot. Igen. Tehát nem feltétlenül az legyen a döntő, hogy már betöltötte a 18. 30 évesen még lehet zokni.
Sőt, igen. És lehet, hogy 14 éves gyermek pedig annyira jártas a világban is tudja, hogy mi van körülötte, hogy simán el lehetne küldeni szavazni, mert hogy jobban el tudja dönteni a jövőjét, mint sok 25-35-40 éves, aki azt mondja, legyen tánc. Hát ugye már, hogyha már van ez az érettségi intézménye, akkor szerintem... Lehet ahhoz kéne kötni például? Lehet, hogy az nem jó ötlet, de hogy azt sem mondom, hogy kb. Olyan szinten legyenek, tehát legyen a szűrés, de hogy egy ilyen minimális, hogy mondjuk a pártok ahelyett, hogy szórólapokat meg mindenféle propagandát terjesztenének, kiadnának egy kis brosúrát, egy 4 oldalasat. De van olyan párt, akinek a szavazója nem tud olvasni? Na ez az, és na ez az, tud, na ez az. Nem tud brosúrát kiosztani, még brosúrát se osztanak, hanem teljesen más dolgot. Na ez az, na de erről van szó, és mikor bemegy a szavazóhelyiségbe, akkor azt a brosúrát kinyitja, és akkor van benne 4 kérdés mondjuk. De ilyen alapvetőek, hogy ki most az ország miniszterelnök. Milyen országban élünk? Milyen országban, igen, tehát ilyen nagyon banálisok, és hogyha már arra nem tud felelni, akkor megköszönjük szépen a részvételt, és akkor nyíljon ki a tudod, a maradj felelsz, vagy igen, az a, és akkor nyíljon ki a viszontlátásra. Tehát, hogyha már mindent, ugye van felvételi, érettségi, az egyetemre kell valamilyen szinten vizsgázni, akkor ide is. Mit szólsz ehhez? Én teljes mértékben ezzel egyetértek, és ezt régóta vallom, és hirdettem ezt a jellegű ígét. Na, hogy azért jó, hogy ilyen nagy szabadság van, meg tényleg mindenkinek joga van mindenhez, majd erről még lesz majd egy témánk is a mai műsorban, ennek a végtelen jognak a kihasználása, illetve gyakorlására, de például kezdjük itt, hogy akkor itt én legalábbis ezt így felvetném meg, akkor látom, hogy akkor te is mellém állnál, hogyha adott esetben eljutnánk egy olyan szintre, hogy ebbe beleszóljunk. Hozzá lehet szólni a műsorhoz, el lehet mondani például ezzel kapcsolatos véleményüket is ezzel a felvetéssel, de lesznek még témáink, foglalkozunk itt belföldi dolgokkal, készült egy 6 évet átölelő statisztika arról, hogy hány lakástűz volt az elmúlt 6 évben, természetesen az Országos Katasztrófa Védelmi Felügyelőség statisztikája. Eltűnt egy csomó faanyag a romániai nemzeti parkokból, erről is fogunk beszélni, de nem futunk ennyire előre, inkább hallgatunk most egy pici zenét, aztán jövünk vissza, maradjatok velünk. Ahogy mondtam, érhangja.ro per rádióra kell kattintani, meg a Facebookon is meg lehet minket találni, és a YouTube-on is. Jövünk mindjárt vissza. Érhangja.ro per rádió. Szájkarate 2.0, Demián Zsoltal és Lenkár Péterrel, én a második vagyok, aki épp beszél. Ugyebár, ahogy a zenei szünet előtt mondtam, egy 6 évet átölelő statisztikát mutatott be a tegnap az Országos Katasztrófa Védelmi Felügyelőség, mégpedig aminek az összszáma, hogy 40 ezer lakástűz volt 2012 és 2018 között. Vannak itt számok, statisztikák természetesen. Ugye mi naívan azt hiszük, hogy mindig csak mi okozhatunk valami dolgot, vagy hogyha mindig odafigyelünk, akkor nem történik semmi rossz. De én például nem tudom, te hogy vagy vele, a fűtés szezonban mindig úgy megyek haza, hogy egy picit benne van a fejemben, hogy fú, most valami eltört, és folyik, és valami van. Nem. Sose szokott ilyen eszembe. Nem, végigfutattam, nem. Már miért törne el? Nem vagy, tudom, tudod, nincsen. Az alapszabály, hogyha valami elromolhat, akkor elromlik. Igen, de hát miért romolna el? Hát mert elromolhat. Ó, de nem fog elromlani. Ha elromlik, akkor fog elromlik, ott hol vagyok, és látom. Nekem mikor megyek valóban, mindig az van az eszembe, hogy valamit otthon hagytam. Elzártam-e? Nem. Nem? Elzártam. Ja, hogy otthon hagytad el? Valamit otthon hagytam, és akkor jövök vissza onnan, akkor valamit ott hagytam. És mindig az a fontos kulcs, pénztárca, telefon. Oké, ebben akkor egyetértünk. Igen, ez van. Ha megvan, nagy baj nem lehet. Hogyha ez az áron nála, hagytad, hát...
Igen. Legyenek vele boldogok. Nincs papír zsebkendő, azt mondjuk lehet pótolni, igen, vagy bármi ezért. Tehát ahogy azt írja itt nekünk, hogy a tűzesetek halálos áldozatainak száma 1200, ami 6 év alatt azért elég csúnyának néz ki, és több mint 2200 személy sérült meg emellett. A halálos áldozatokat követelő tűzesetek 24,1%-ban a meghibásodott, vagy ki nem takarított kémények okozták. Azért az még mindig... Sláger téma, így van. Hú, ezt nem tudtam volna ilyen frappánsan mondani, hogy, hogy azért 24% az majdnem a negyede. Én hát nagyon örülök, ha csak ezért jöttél. Minden esetre, hogy, hát, hogy meg, miért... Bocsánat, a kávét meginni. De azon már túl vagy, de még maradj. Szóval... Még iszok? Ja. Szóval, hogyha ez tényleg ilyen fontos dolog, hogy a kémények, ugyebár ezt nagyon sokszor halljuk, mondjuk én városi gyerekként sosem laktam olyan helyen, ahol kémény lett volna, tehát nem tudom, hogy ennek a művelete hogy zajlik, de gondolom van egy szakértő, egy olyan ember, nem tudom, van ilyen, hogy kéményseprő, nem tudom, amíg létezik ez az intézmény, de ha nem, akkor gondolom ennek van egy valamilyen formája, és az meg szokta oldani, de hogyha ez ennyire fontos, akkor miért nem teszik meg ezt az emberek? Az ember mindig azt gondolja, vele nem történhet meg. De hát én is olyan vagyok. Igen, pont ezt akartam mondani. Igen, tudom, ez most mondtad vagyok, el. Ez én vagyok, igen. Nem, amúgy de a viszont életében tényleg ilyen vagyok, hogy átvelem nem történhet meg. Tehát nem is szoktam ilyesmikre egyébként gondolni, tényleg nem vicceltem, amikor elsoroltam, hogy soha nem gondoltam olyasmikre, amikre te. És az emberek nagy része egyébként úgy gondolkodik, mint én, hogy ez nem történhet meg. Nem, és mert kimegy a füst, tavaly is kiment a füst, nem? Akkor idén is ki fog menni a füst. Szerintem az állam is az önkormányzatok ellene fölépjenek szigorúbban ezekben a témákban, és pedig úgy, hogy kellene egy országos határozat arra, hogy az önkormányzatok akár ingyen állami támogatással, de már itt az önkormányzat a lakos fele akár ingyen kéményseprési lehetőséget biztosítson, mert egyébként nagyon nem tudom, hogy vannak kéményseprők, vagy hol vannak a kéményseprők. Tehát most jelen pillanatban Székelyhídon, vagy Margitán, vagy Érmihályfán, Gálos Petriben teljesen mindegy kéményseprőre lenne az emberek szüksége. Azt hiszem, hogy igen-igen el kellene gondolkodjon, hogy milyen irányba vegye az útját, vagy kit hívjon fel telefonon. Tehát kellenének kéményseprők, ezek ingyen kellene ezeket a dolgokat végezzék, és ellenőrizni kellene szerintem a háztartásokat csak az önkormányzat részéről, és büntetni kellene azokat, akik nem vették igénybe ezt az ingyenes szolgáltatást. És így lehetne elkerülni, azt gondolom, azokat a tűzeseteket és ugye széndioxid mérgezéseket, amelyek a fűtés szezonban elő szoktak fordulni. Igen, ugye el is mondtad, hogy általában ez szokta, a mérgezés szokta elővenni ezt a dolgot. Hallottam amúgy ilyen büntetős dologról, de mi van, hogyha mondjuk az az illető nincs otthon, mikor jön neki amúgy ingyen leellenőrizni ezt a dolgot? Visszajönnek még egyszer? Visszajönnek, mert hogy aki gázzal fűt, vagy gázt használ egyébként, ha nem is fűtésre, de a gáztűzhelynek az üzemeltetésére, a gázszolgáltatónak az ellenőrre is úgyis addig jönnek, ameddig otthon találnak. Tehát visszajönnek ők egy hónapon keresztül, ha kell, minden nap visszajönnek, és a végén úgyis elkapnak. Tehát, és vagy ha nem, akkor hagynak egy figyelmeztető papírt, hogy akkor te kommunikáld le, mikor tudsz otthon lenni. Nem lehet elzárkózni attól, hogy ne jussanak be a házba egy ellenőrzés véget. De ha már egy ingyen kell csinálja az ellenőrzést, az megéri neki, vagy kifizeti ezt ki, már mennyire ingyen kell ezt végezze, vagy hogy gondolod? Kicsodának? Hát annak a szakembernek, aki kitakarítja ezt a kéményt, vagy... Ő nem, tehát ő meg kell kapja a fizetését érte az önkormányzattól. Szerintem az önkormányzatot pedig kellene fizesse az állam. Tehát állami szinten kellene koordinálni. Itt vesztettem el a... Uh-huh. Jó, oké, így már oké. Persze neki meg kell kapja a fizetését, hát hogyne. Van itt még, hogy hibás felügyelet nélkül hagyott vagy házilag improvizált fűtőberendezések a halálos kimenetelű tűzvészek 15,7%-át idézik elő. Mondjuk nem tudom, mi az a házilag improvizált fűtőberendezések.
Ilyen elektromos kártya. De én láttam hasonló dolgokat, amikor ilyen... A parkett bölcső. Nem ilyen ellenállást, hát az ilyen fűtő izzó, tudod, ami áramba dugod, és akkor kivörösödik. Láttál olyat, biztos nem? El tudod képzelni? Igen. Igen, azt rászerelték ilyen habtéglára. Kivésték neki a helyet, és a habtéglát az melegítette, és akkor nem csak ő volt meleg, hanem az egész habtégla meleg volt. Tehát én láttam ilyen dolgokat. Az ilyenekre gondolnak. Tehát, aminek nincsen egy gyári leírása, egy kis ellenállása, egy biztosíték benne, amivel esetleg leáll, hogy a probléma. Ilyen bátor ezermesterek bármikor összerítjentik, ezzel pénzt spórolnak. Igen, és két szegebe beszúrják a konnektorba, és rendben van. Wow. Van itt olyan is, hogy szándékos gyújtogatás miatt 5,3, míg gázszivárgás miatt az áldozatok követelő tűzesetek 3,3%-a tartozik ebbe a statisztikába. Szándékos gyújtogatás, ez már hogyha a saját házról van szó, akkor ez hogy? Nagyon haragszik valami rokonára. Ja, értem. Szóval ez ennyi. Vagy a szomszédra. Igen, ugye most kezdődik a fűtés szezon. Miért gyújtotta fel azt? Mármint, hogy a szomszédházát. Most gondolom azért is aktuális ez a téma, ugyanis most már lassan kezd tél lenni jövő héttől. Vagy hát, ha jól emlékszem, a reggeli műsorban mondtam, hogy valamikor hétvégétől most már ilyen fagypont alatti hőmérsékletek lesznek éjjel, illetve nappal is így alig megy fel 10 fok fölé a hőmérséklet. Úgyhogy most már aki nem tette még meg ezt a, és fűt, fával fűt és kémény van a lakásban, az mindenképpen figyeljen oda, hogy ne kerüljön be a következő 6 év statisztikájába, úgyhogy mindenkit arra sarkallunk, hogy tegyék meg az intézkedéseket, illetve hogyha van még valakinek ilyen sufni ötlete, azt nyugodtan megírhatja, mert nekem ez például új, amit Zsolt is felvázolt nekem. Érhangja.ro per rádió oldalon lehet minket hallgatni, híreinket olvasni, hozzájuk szólni, mármint hogy a hírekhez hozzászólni. Mi majd természetesen reagálunk rá, illetve a Facebook oldalunkon is nyugodtan lehet véleményt nyilvánítani bármelyik témában, amiről épp most beszélünk, vagy amit éppen ott olvasnak. YouTube csatornánkon pedig meg lehet találni adásainkat, úgyhogy lehet ránk kattintgatni, keresgélni, lájkolni, feliratkozni csatornára, mindent lehet velünk, legfőképpen az, hogy hallgassatok, ez a legfontosabb. Minket persze, nem úgy hallgassatok, hogy leragyatok csendbe, hanem hallgassatok minket. Érhangja.ro per rádió. Szájkarata 2.0, Demián Zsolttal és Lenkár Péterrel 18 és 20 óra között élőben lehet minket hallgatni az érhangja.ro per rádió oldalon, Facebookon hozzánk lehet szólni, YouTube-on pedig meg lehet találni korábbi műsorainkat. Mielőtt jöttem ide a stúdióba, belefutottam egy képbe, ami kiderült, hogy ez egy nagyon friss kép, hogy itt a zenei szünetben mi is beszéltünk róla. Ugye Florin Jordáke csinált valamit ma délután, vagy délve, vagy kora délután, nincs ennek jelentősége. Nem tanúsított helytelen magatartás szerdán a plénum előtt jelentette ki Florin Jordáke, a Szociáldemokrata Párt parlamenti képviselője. Ugyebár elég egyértelmű kézjelzésekkel üzent, mutatott be az ellenzéknek. Uszerés képviselőknek, igen, ellenzéki képviselőknek. Nem tudom, mit mondhattak. Igen, ez nincs benne itt a hírbe se, csak hogy megkérdezték tőle, hogy mi a szituáció, megmondta, hogy hát felemelte a kezét, hát nincs ezzel semmi. Jó, csak nagyon egyértelmű módon a két középső ujja picit kiebb állt a többitől. Az a helyzet, hogy szerintem egy országnak a parlamentjében, egy országnak az országházában azt gondolom, hogy nem így kellene viselkedni, de ugye az előbb picit szétnéztünk a social media kiemelkedő egyik platformján, ahol azt látjuk, hogy a Magyarországházban is vannak olyan képviselők, akiket az elnök, a házelnök rendre kell utasítson. Borzasztó, tényleg olyan emberek ülnek be és jutnak mandátumhoz, itt is, ott is egyébként
parlamenti tisztséget kapnak és parlamenti széket, akik teljesen komolytalanul és felületesen végzik azt a borzasztó nehéz és nagy feladatot egyébként, amit a választópolgárok a vállukra helyeznek. Ez mutatja azt, hogy fogalmuk nincs, hogy igazából ők hogy kerültek oda, tehát hogy hogyan viharba kerülnek ezek egyébként ilyen tisztséghez, ezt ők sem tudják, és ezért nem tudják felelősség teljesen ezt cipelni a hátukon. A Jordáke úrral pedig az a probléma, mert hogy általában ez szokott lenni, főleg az ilyen szociáldemokrata képviselőknél, hogy ő nem az első mandátumot töltik ott. A szociáldemokrata képviselőkről lehet azt tudni, hogy lehet, hogy 92 óta ott vannak folyamatosan, mert hogy jó emberei a pártnak. 26 is. Éve nem csinált ilyet, most belefér. És 26 nem? Évig nem csinál semmit se igazából hasznosat valószínűleg az országnak, mert hogy arról nem... De lehet, hogy ez lesz hasznos, mert nagyon... mit mondtál, hogy mit kéne csináljon? Mit mondtam? Hát, hogy mondjon le. Igen. És akkor lehet, hogy az lesz a leghasznosabb, nem tudom. De, ugye... de egyébként nem tudjuk, tehát visszatérni, nem akarom a Jordákét pártolni, mert mondjon le. De nem tudjuk... Már pártoltad, mondtad, hogy a szociáldemokrata párt tagja. Igen, de nem tudjuk ugye, hogy az USZR részéről igen, mi húzhatta fel, mert lehet, hogy... Az... Lehet, hogy ott ketten mutatták neki ezt. Igen. Ugye? Igen, igen. Ezt nem tudjuk, és ez nincsen lencse végre véve. Úgyhogy így már, akkor már három embertől megszabadulnak. Meg lesz az a 250 képviselő, meg lesz az úgy lassan. Meg ugye megint előjönnek az ilyen nagyon... tágra vett dolgok, hogy hát szólásszabadság van, hát ő miért nem mondhatja ki a véleményét, nem? Mint ahogy mindenki szavazhasson, hogyha demokráciába élünk. Jó, a szólásszabadság nem azt jelenti, hogy bunkó vagy. Nem egyenlő a kettő. És ha egy országnak vagy a képviselője, akkor nem kéne bunkó akkor nem kéne legyen. Bunkónak, igen. Sőt. Igen. Távol tehát kéne állni ettől. Az országgyűlési képviselő kellene legyen az országnak az a kiemelt x száz, most teljesen mindegy hány emberről beszélünk, x száz polgára, aki irányt mutat és vezeti azt az országot. Nem hiszem, hogy ilyen hozzáállással lehet irányt mutatni és vezetni. Ezzel lemész arra a szintre, akik azt mondják, hogy legyen tánc. Én értem, hogy ott lehet szimpatikus, és még egy pár ilyen lázadó fiatalnak talán a szimpátiáját is elnyeri, hogy milyen jó fej a képviselő úr, miért tudott mutatni. De szerintem ettől mentes kellene legyen egy országház, bármelyik is legyen az a világon. És igen, nem, nem gagyiságról kéne legyen hangos egy plenáris ülés, hanem akkor tényleg komoly érvek és szakmai érveknek az ütköztetésére. De ezen már túl legyen. Voltak, és akkor próbálták lazábra venni a figurát, tehát lehet, hogy volt benne ilyen, és még egyszer mondom, lehet, hogy a Mentsétek meg Románia szövetségnél még több új került elő, és ő csak erre reagált. Tehát ütköztettek mindent, aztán jött az utolsó menet, vagy nem tudom. És lehet is minden például, aki nem tud kellőképpen viselkedni, ott az menjen haza. Menjen haza. Meg miért jött ide? Igen. Minek ment oda? Nagyon helyes a kérdés. És ugye ez is csak egy mém, ugyebár ez már egy jó ideje, ezt sokat halljuk, illetve gondolom szerintem ebből is mém lesz, és majd azzal fogják magyarázni, hogy hát a parlamentben is ezt csinálják. Tehát ezt látjuk a tévébe. Szólásszabadság van. Meg szólásszabadság van, kérem szépen. Oda mutatom az ujjamat, ahova akarom, mert a Jordáke is azt csinálja. Hozzá lehet szólni ehhez a témához is, Facebook oldalunkon várjuk a hozzászólásokat, természetesen megpróbálunk minél hamarabb reagálni rá. Zene után jövünk vissza, foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy hova tűnnek a fák, mégpedig Románia nemzetparkjaiból. Erről van hírünk itt az oldalon, még a hét elején került fel, ezzel fogunk foglalkozni rögtön. Érhangja.hu/rádió. Szájkarata 2.0, Demián Zsolttal és Lenkár Péterrel továbbra is várjuk hozzászólásaitokat. A rádió Facebook oldalán lehet megtenni mindezt. Elnézést, következő témánk arról szól, ahhoz a hírhez kapcsolódik, hogy újabb
kötelezettség szegési eljárás indulhat Románia ellen amiatt, hogy 1,2 millió köbméter faanyag tűnt el az elmúlt 5 esztendőben a nemzeti parkokból. Ez gyakorlatilag 3600 hektár évszázados erdőt jelent, azaz 7200 futballpálya nagyságú területet, jelentette ki hétfői sajtó értekezletén Andrei Csurkánu, az Agent Green munkatársa. A civil szervezet képviselője elmondta, brüsszeli hivatalos forrásokból úgy értesült, előfordulhat, hogy a törvénytelen erdőirtások miatt újabb kötelezett szegési eljárás induljon Románia ellen. Brüsszelben az Agent Green és az Euronatur szervezet mutatott be jelentést a nemzeti parkokban és a Natura 2000 természetvédelmi területeken történő visszaélésekkel kapcsolatban. Szakember azzal szemléltette a jelenség méreteit, hogy ez a fa mennyiség 60 ezer teherautón férne el, azaz egy olyan farönkökkel megrakott kamion oszlopon, amely Bukaresttől Nagylakig érne. A bemutatott adatok szerint a legérintettebb természetvédelmi területet a Kelemen Havasok Nemzeti Park, a Domogled Cserna Nemzeti Park, a Szemenik-Krassói Szurdok Nemzeti Park, valamint Európa legnagyobb szűz erdőinek nagy része a nérai erdőségben, írta az agerpress.ro. Mert olyan nagy biznisz ez a fa? Hát, mert én, ha jól értem, akkor külföldön már régóta nagyon drága, ezért fölvásárolták a román idézőjelbe olcsó fát. Azért mondom, hogy idézőjelbe, hogy olcsó, mert ugye én, ha jól értem, akkor egy normál család elég jól neki kell rugaszkodjon spórolásilag egész nyáron, hogy annyi pénzt tudjon gyűjteni őszire, amivel ki tudja húzni a hideg nappalokat és éjszakákat. Tehát ezért mondtam, hogy relatív olcsó fát, de ez az osztrák, német, francia állampolgároknak olcsó, ahhoz képest, amennyibe kerül náluk a kitermelés, mert ők nem termelik ki, mert ők ügyelnek a fára. Nálunk pedig ezt lehetett. Most pedig ugye attól tartunk többen, erről is beszéltünk, ugye előző műsorban már szinte mindenről beszéltünk, hogy Románia hajlamos így átesni a ló másik oldalára, csak annyira majd fatik kitermelési stoppot fognak bevezetni itt is, hogy komolyan mondom, lassan a saját erdődből, az már régóta igaz, saját kertedből a szilvafára, hogy kivághasd a korhat szilvafát, engedélyt kell majd kérjél valamilyen hatóságtól, úgyhogy kíváncsian várjuk, és várom azt, hogy hova fog ez, milyen irányba fog fejlődni. Az viszont igaz, hogy ugye több ezer hektárról beszélünk, ami le lehet kopasztítva. Aztán lehet ezt magyarázni, hogy ez kellett is, meg ez természetes folyamat, és többi, amit az ember el is fogadna, többé-kevésbé, hogyha látná azt ezeknek a kopasz domboldalaknak, hegyoldalaknak az újraültetési folyamatát is, de igazából ezekről nem nagyon szólnak a hírek, vagy hiányosak a hírek is egyoldalúak, és le akarnak valakiket járatni, vagy az történik, amiről beszámolnak, hogy masszívan széthorták Románia erdőállományát, ami egyébként én azt gondolom, hogy megérne néhány misét és nagyon sok nyomozást annak érdekében, kiderüljön, hogy ezekben kik segítkeztek, kik gazdagodtak meg, és kik azok az emberek, akiket kérdőre kell vonni, akár felelősségre kell vonni, vagy hogyha ebből az állam kárára plusz jövedelemhez jutottak, akkor azokat a pénzeket valahogy be kellene hajtani az államnak, és rögtön az erdészeti hivatalnak visszaosztani, hogy minél hamarabb hozza helyre azokat a területeket, ahol masszívan eltűntek a fák. Mert hogy egyébként ugye látjuk a hírekben, hogy hóadáskor, illetve nagyobb esőzéskor milyen komoly problémákat okoznak a fáknak. Többek között emiatt ugye vár, hogy nincs a domboldalon, ami megfogja ezeket a dolgokat, és közben jött egy hozzászólás, köszönjük az információt Béres Imrének, ő azt írja nekünk, hogy az erdészetnél most 300 és 400 lejköbméter amúgy a fának,
ahogy ugye beszéltük, hogy nem tudjuk, hogy mennyi. Köszönjük az információt. És nem tudom igazából, hogy hány köbméterre van szüksége egy arra 3-4-5 hónapra egy családnak. Igazából, hogyha a kedves rádióhallgató meg tudná azt írni, hogy egy kétszobás, konyhás, normál családi háznak egy normál télen, amilyen telek vannak mostanában, ez az egy köbméter mennyi időre elég, akkor lennénk mi... Akkor úgy tudnánk mi is fejbe kiszámolni. Mi városi, tömbházas fiatalok, igen. Előre is köszönjük. Így van. Illetve ugye bár nekem meg újra az fogalmazódik meg a fejembe ezzel a témával is kapcsolatban, ugye, amiről ugyancsak beszéltünk sokszor, hogy az Európai Unió és a többi, és a többi, és hogy ennek az Európai Uniónak a bővítése is ugye arra szolgál, hogy végül is most nézhetjük meg, dicsérhetjük meg, szithatjuk, de hogy van egy ilyen kizsákmányolási tendencia, és valószínűleg ez is oda tartozik valamilyen szinten, mert hogy olcsó a munkaerő, de olcsóbb beszerezni, akkor ez szerint a fát is mondjuk. Hát nekem sokszor az érzésem, hogy hogy is fogalmazzak, hogy igazából vállalható legyen, és senki meg se haragudjon utána. Kihasználták ezt az országot elég rendesen. Mindenféle felsőbb érdekcsoportok, legyen az Európai Unió, legyen az Szovjetunió, legyen az különböző gazdasági körök. A Románia az elmúlt 100 évben, és akkor beszéljünk az elmúlt 100 évről, hisz ugye ennek van a nagy centenáriuma, és ebbe az őrületbe viszik bele a közhangulatot nap mint nap. Nagyon jó lenne, hogyha eredményekről lehetne beszélni, és én boldogan becsület szavamra mondom, hogy szeretném ünnepelni ezt a 100 éves centenáriumot, de hogyha az ember leül és logikusan végig gondolja, hogy mi történt az elmúlt 100 évben, mióta Románia ebben a formában összeállt, és teljesen mindegy, hogy az ember, aki leül ezen gondolkodni, magyar, román, cigány, orosz, szerb nemzetiségű, azt láthatja, hogy sok jót nem hozott ez a 100 év. És ezzel nem akarok tényleg abszolút senkit sem megsérteni, senkit sem bántani, de az ország és Erdély sokkal szegényebb most, mint ezelőtt 100 éve, ha csak azokat az altalaj kincseket nézzük, vagy azokat a természet adta gazdagságot nézzük, ami volt, amiről most is beszélünk, ugye, hogy már nincs, hogyha az erdők témáját feszengetjük. Tehát igazából ezt az országot mindenki használta, és ezt az országrészt is mindenki használta az elmúlt 100 évben, és nem feltétlenül a hétköznapi polgároknak a javára. Nem tudom, hogy mikor lesz ennek vége, ugye erről beszéltünk egy, azt hiszem pont a múlt heti műsorban, hogy benne vagyunk ebben a mókuskerékben. Valószínűleg ez a kormány következő választást el fogja bukni, aztán majd fog jönni egy másik kormány. Fájdi elszólás. Aztán majd fog jönni egy másik kormány, amelyik megszólításokat fog majd alkalmazni. És magyarázkodni fog, hogy hát nem mi rontottuk el. Igen, aztán ismét visszajön ez a kormány, vagy egy hasonló kormány, aki ismét adni fog, és a többi, és a többi. Ezt 90-92 óta ezt játsz egyébként, ezt az ország. Ez az ország nagyban, és én nem látom a kiutat, bár ott lennénk már, hogy tudjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Úgyhogy ne szavazzon mindenki, ugye? Az is... Tényleg, az mennyiben járulna hozzá ennek a megváltozásához, ha már ezt a témát bedobtuk az elején, akkor most itt kössük egy kicsit az ebet a karóhoz. Az, hogyha nem szavazna mindenki, és hogyha tényleg valamilyen értelmiségi szinthez kötnénk, vagy kötnék a szavazás, azt gondolom, hogy sokat változhat ezen a dolgon. Jelen pillanatban azok közül a román politikai pártok közül, akik bent vannak a parlamentben, és erősek, el se kéne bejusson. Ezt így ki tudod jelenteni? Igen. Igen, azért mondom ezt én ilyen nyugodtsággal, mert hogy
Inkább magabiztossággal. Igen, hát is, de nyugodtsággal is. Igen, amúgy tényleg nyugodtnak tűnsz. Egyik kutya, másik ebb, tehát jelen pillanatban a román választópolgár, azt gondolom, hogy óriási nagy problémával küzd, amikor azt mondja, hogy elmegyek szavazni, mert hogy, és most amoda fogok szavazni, mert ezek most bebizonyították, hogy mit csináltak. Amazok is bebizonyították már, hogy mit csináltak, az se vezete sehová se egyébként. Mert elmegyek szavazni, mert van, mert szavazhatok, tehát ugye van ez a magyarázat, hogy több évtizedig nem lehetett szavazni, és most megvan az esély, akkor elmegyek szavazni, de nincs opció. Komoly fejtörést okoznak. Igen. Tehát minimum két új román pártra szükség lenne, ugye, amelyik alternatívát tudna mutatni ezekhez képest, akik most vannak. Úgyhogy nagyon sok új emberek is szükség lenne, aki a közéletben vezető szerepet vállal. Illetve el kéne higgyék azt az emberek egy választási kampányban, hogy nem mindig az a tisztességes, aki mézet és bort és táncot ígér a választópolgárnak, igen, a választópolgárnak, hanem lehet, hogy az a tisztességes program, amelyik leírja feketén-fehéren, hogy mi a helyzet, és hogy mit lehet csinálni, és az lehet, hogy nem kellemes, és nem aranyos, és nem zene. Lehet, hogy fájni fog az elején. Lehet, hogy a közepén is fájni fog. Bár én ebben a mondatban nem szeretnék belemenni, mert egyszer hallottuk Fletó testvértől, hogy nem kell félni, nem fog fájni, aztán fájt. Amúgy kaptuk közben az információt, amire szükségünk volt, hogy egy köbméter kb. Egy hónapig elég. Tehát akkor mondjuk egy ilyen hidegebb télen az olyan 1500 lej. 4-5 hónap, igen. Az 1500 lej, igen. Úgy olyasmi, 1500-1600. Jó, köszönjük még egyszer az információkat, várjuk továbbra is hozzászólásaitokat a témáinkkal kapcsolatban. Hadd kérdezzük már meg ettől a rádióhallgatóktól, mert látom, hogy vele tudunk kommunikálni, és köszönjük a második választ is, hogy ő a választási jogon változtatna-e, tehát kötné-e valamihez, vagy jól van az így? Jó, de erre majd csak zene után fogunk reagálni. Hallgassatok minket az érhangja.ru per rádió oldalon, Facebookon lehet ugyanígy, mint a Béres Imre írni nekünk, elmondani a véleményeteket. Pici zene után jövünk vissza, vannak még témáink, 8-ig itt leszünk. Érhangja.ru per rádió. Ez itt a Szájkarate 2.0, mint általában szerdánként szokott lenni. Picit autózzunk, a 800 ezer lakost meghaladó népességű európai városok közül Bukarestben töltik a legtöbb időt, évente átlagosan 218 órát közlekedési dugóban az autósok, világviszonylatban pedig a román főváros a harmadik helyen áll a menetidő csúcsidőben mért meghosszabbodása tekintetében. A holland TomTom navigációs szoftvereket gyártó cég, amely a termékeit használó autósoktól automatikusan érkező forgalmi információkat összesíti, 48 ország 390 nagyvárosában a 2016-ban mért átlagos menetidők alapján állította össze rangsorát a vizsgált városok közlekedési leterheltségét egy úgynevezett torlódási faktor alapján hasonlítja össze, amelyet százalékban fejez ki, mennyivel hosszabbodik a vizsgált menetidő az éjszakai időszakhoz képest, amikor is alacsonyabb a forgalom. Az 50%-os átlagos torlódási faktorral a román főváros bizonyult közlekedési szempontból Európa legzsúfoltabb városának, megelőzve Moszkvát 44%-kal, Szentpétervárt 41%-kal, Londont és Marseille-t 40%-kal. A globális dugó rangsort Mexikóváros vezeti 66%-kal, majd Bangkok 61%, Jakarta 58%, a kínai Yongqing 52% és Bukarest 50%-nel következik. A hotnews.ro által kiemelt adat tekintetében, amely azt mutatja, mennyivel hosszabbodik a menetidő a reggeli és esti csúcsidőben, a bukaresti 90-98%-on már csak Bangkok és Mexikóváros tesz túl, tudtuk meg az MTI-ről. Azért milyen durva. Tehát Bukarest két dolog áll egy helyben. Igen? Nem, most a forgalomra gondoltam. Én is. Tehát, két dolog lehet. Ez egy világváros is nem lehet megoldani, vagy nem világváros, és nem oldottak meg semmit se. És közben nőtt a város,
gyűltek az autók, és álltak egy helyben, nézték, hogy milyen sok szép autó, és most nem megy senki sem erre. Két dolog van a fejemben ezzel a hírrel kapcsolatban, hogy muszáj minden statisztikákban mérni, illetve főleg ilyen két évvel ezelőtti dolgokra hagyatkozva, de mondjuk még ez a kisebbik baj, de hogy tényleg miért van szükség ennyi autóra? Hát, mert megvehetjük. Hát mert szólásszabadság van, azt mondta Jordáke is, nem? Nem mondta, hogy mutatta. Ő azzal azt mutatta, hogy szólásszabadság? Igen. Akkor félértem. Ő megmutatta, hogy van szólásszabadság. Nem. Bocsáss meg, te is, és Jordáke is. Hát azért van ennyi autó, mert hogy az emberek megtehetik azt egyébként tényleg, hogy autót vásároljanak. Nagyon sok idő kell ahhoz eltenni, tudatosan. Azért ne legyen autó, mert tudatosan én a környezetet akarom védeni, hogyha bármikor ez be fog következni, szerintem az nagyon sokára lesz. Egyébként beszéltünk arról, hogy elektromos autók és többi, be van bizonyítva, már majdnem teljesen áll a lábán ez a alátámasztás, hogy azokat az akkukat, amikor le fognak merülni, valahol tárolni kell, és legalább annyira környezetszennyező, mint a hagyományos belső égésű motorok. Zárójel bezárva. Most igazából nem is a környezetszennyezésről van szó, hanem... Nem csak arról beszélünk, hogy miért van ennyi autó, igen. Jó, nem az autóval van a baj, nem azzal van a baj, hogy sok autó van, azzal van a baj, hogy nem csinálják meg a kellő infrastruktúrát ahhoz a sok autóhoz. Ezért van baj, illetve addig, ameddig nem lesznek komolyabb szabályok és szigorítások, addig ezek az autók és mindenki magába, meg két személlyel be fog menni a belvárosba, és oda fog parkolni. Szörnyű egyébként, hogy egyes sofőrök mit csinálnak, lassan képesek bemenni mit olyan strandra is a medencéig, hogyha be lehetne menni autóval, vagy a templomba. Vagy az íróasztalhoz a hivatalban. Így van. Tehát más megoldások nem lesznek ezekben a városokban, ahol ilyen komoly problémák vannak, mint például ezek szerint Bukarest is, és az a poén, ugye, hogy ha jól értem, a Kolondon jobb helyen van ilyen szempontból, mint a mi fővárosunk. Tehát a probléma ott van, hogy szigorítani kell a belvárosba való beutazás, és onnan ki kell tiltani az autókat, és tömegközlekedésre kell rá kényszeríteni. Ezt csúnya ezt így kimondani demokráciában, 21. században, hogy valakire rá kell kényszeríteni bármit, de ahhoz, hogy élhető maradjon a levegő, és lehessen haladni egyébként, ahhoz rá kell az embereket valahogy vezetni arra, és szép szóval ezeket a dolgokat nem lehet megoldani, rá kell vezetni az embereket arra más megoldásokkal, hogy a tömegközlekedést válasszák, vagy a gyaloglás, vagy a biciklizést, vagy ezeket az alternatív dolgokat. Bocsánat, még annyit tennék hozzá, hogy amit az emberek elektromos autója van, vagy hibrid autója, attól meg a dugóban fog állni. Igen, azért is mondtam, hogy nem feltétlenül most a környezetszennyezésről van szó, mert az a semmilyen káros anyagot kibocsátó autó is ugyanúgy egy helybe fog állni, és nem fog mozogni, tehát nem léptünk előre, ez az egyik dolog, de hogyha már mondtad, hogy infrastruktúra meg kéne fejleszteni, de hogyha folyamatosan nő az a mennyiség, akinek van autója, és minden nap megteszi azt a távot, azt a akár minimális távot, akár maximális távot, hogy nem kéne húzni egy vonalat, hogy akkor figyelj, most mit tudom én, 3 évig, vagy 8 évig, most ne vegyen senki autót, mert most van ennyi autó ebbe a városba, és akkor ennek kiépítjük az nem? Ez így nem működne? Vagy akkor kétszer ennyi autónak kiépítjük az infrastruktúrát, hogy annyit tudjon mozogni, és akkor utána majd még lehet autót venni. Világos, mit mondok? Ezt Ceausescu csinálta. Igen? Igen. És pont meg volt szabva, mennyi autót lehetett, meg be kell fizetni előre, mert hogy pont és tudják, működött ez a rendszer? Vagy nem emlékszel rá? Nem emlékszem rá, de működött ez a rendszer, de hát az kommunizmusnak hívjuk. Akkor most menj, aha, értem. Igen, hát az egy komoly visszalépés. Ő azt mondta egyébként, volt egy ilyen rendszer, hogy páros napokon páros rendszámú végződési autók vannak, és a több páratlan. Jó, de hogyha mondjuk ebbe az izmusból mondjuk ez a rész jó, akkor ezt miért nem lehet átépíteni ebbe a rendszerbe? Hát mert nem jó. Hogy megoldasz vele, hát jó, megoldasz. Hát de Péter, megoldasz vele. Hát de most mondod, hogy működött ez a dolog. Megoldasz vele egy problémát, és generálsz 15 másikat. Akkor mi a jó? Ja, de hát, tehát hogyha van egy probléma, akkor azt nézzük, hogyha megpróbáljuk megoldani, hogy milyen másik problémát. Igen, ezt egyébként a gyógyszergyártásban is kellene igen, mert... Érdekes, nekem is ez jutott eszembe, amíg mondtam a kérdést, igen. Igen.
Tehát a válasz igen. És akkor inkább hagyjuk azokat az autókat ott egy helyben sínlódni napi, vagy hogy van ez évente átlagosan 218 órát, és inkább nem csinálunk akkor semmit, hanem legyen még. Én nem azt mondtam, hogy ne csináljunk semmit, nem, én azt mondtam, hogy olyan megoldás kell, amivel nem csinálunk több problémát. Nem azt mondtam, hogy te mondtad, hogy ne csináljunk semmit, hanem nem csinálnak semmit, inkább ezt mondom, hanem jöjjön a pénz, vegyék az autókat, de gyalog lehet hamarabb odaér. Igen. Uh-huh. De biciklivel biztos. Hát biciklivel biztos, ezt én is támogatom. Találkoztam olyan biciklis egyébként Nagyváradon, hogy egyszer láttuk egymást, ami azt jelentett, hogy egyszer elment mellettem és kész. Tehát ő odaért, én nem. Vagy hát én is, csak sokkal később. Ő addigra már jött vissza. Várjuk nyugodtan a hozzászólásokat. Amúgy jött a felvetésedre a Béres Imrétől visszajelzés ugye a választással kapcsolatban, ő azt mondja, hogy választásra elmenni kötelező kéne legyen. Hát most azt, hogy ő büntetné azt, aki nem megy el, az mondjuk talán nem feltétlenül helytálló, vagy nem tudom, viszont ő is egyetért azzal, hogy azért valamilyen szinten ki kéne szűrni a választásra jogosult embereket, és nem feltétlenül a koruk legyen ez. Köszönjük szépen még egyszer a hozzászólást, zene után jövünk vissza, és arról fogunk beszélni, hogy egy holland úriember 20 évet szeretne letagadni a korából, mert állítólag nem tud csajozni. Erről fogunk beszélni nem soká. Maradjatok velünk, érhangja.ropen rádió oldalon lehet minket hallgatni, Facebook oldalunkon hozzánk szólni, illetve YouTube csatornánkon pedig visszahallgatni korábbi adásainkat. Zene után jövünk vissza. Érhangja.ropen rádió. Ez még mindig a Szájkarate 2.0, 19 óra 30 perc van, még egy fél óráig itt leszünk élőben, de meg lehet minket találni a YouTube csatornánkon, illetve a Facebookon is lehet hozzánk szólni, igazából bármikor, úgyhogy sarkalok mindenkit, hogy használja ezt ki. Következő témánk egy elég érdekes dolog, ugyanis így szól a címe a hírnek, hogy nem tud csajozni, ezért törvényesen fiatalítaná magát egy 69 éves férfi. Jogi úton érné el egy holland férfi, hogy 69 éves kora helyett 49-et tüntessenek fel. Azt szeretné elérni egy 69 éves holland Emil Ratelband, hogy legálisan megváltoztassák a születési dátumát 1949. március 11-éről 1969. március 11-ére, írja a Guardian. A bíróságnak úgy érvelt, hogy nem elégedett a születési dátumával, a vágyát pedig azokéhoz hasonlította, akik transzneműnek szeretnék elfogadtatni magukat, hiszen a transzneműség a biológiai nem valódi megváltoztatását jelenti. Ratelberg szerint az ő kora nem tükrözi azt az érzelmi állapotot, amelyben van, és problémás úgy munkát, mint szerelmet találnia. Így, amikor 69 éves vagyok, akkor korlátozott vagyok, ha 49 vagyok, akkor vásárolhatok új házat, más autót vezethetek, mondta. Több munkát vállalhatok, amikor a Na igen, itt a mondat vége van, csak nem látszódik a pont. Amikor a Tindert használom, és azt írja, hogy 69 éves vagyok, akkor nem kapok választ, ha 49 vagyok, ezzel az arccal egy luxus helyzetben leszek, érvelt. A férfi szerint orvosok 45 évesekhez méltó testünek tartják, ő maga egy fiatal isten, saját leírása szerint. A bíró elismerte, hogy a lehetőség, hogy egy másik nemet elfogadjanak, valóban fejlődőben van a törvénykezésben. Azt kérdezte a férfitől, hogyan éreznének a szülei, ha az ő életének 20 éve csak úgy eltűnne. Kivel törődtek a szülei, ki volt az a kisfiú, akkor kérdezte a bíró. A férfi azt válaszolta, a szülei halottak, azt is mondta, hajlandó lemondani a nyugdíjáról. Zseniális. Ugye beszéltünk a szólásszabadságról, illetve arról, hogy elég sok mindent lehet most már tenni a mai világban. Ugye benne van a hírben is ez a nem választás kérdése is, hogy igazából mindenhez most már jogunk van, és eldönthetünk olyan dolgokat, amik úgy amúgy
természetesek, vagy természetesek voltak, illetve hogyha az ember 1949-ben születik, akkor logikus módon 69 éves, de hogy már azért is jogi úton kell elindulni, hogy 20 évet megváltoztassanak. Igazából azt tetszett a hírből, hogy írta, hogy 49. március 11-re, és akkor írt volna egy másikat, mit tudom én, hogy 69. augusztus 10-re. Nem, a hónap meg a nappal nincsen baj, ha jól értettem. Igen, de hogy az már mekkora poén lett volna, hogy még azzal is, tehát hogy legyen egy ilyen izé a dologban. Mit szólsz te, Herzsolt? Igazából én szóval se jutok. Tehát ez agyrém, hogy tényleg emberek mit ki nem találnak most már, és hogy milyen témákkal mennek bíróságra, és milyen dolgokba kérnek törvénymódosítást, és lehetőséget, hogy nekik a beteg agyszüleményeiket meg tudják valósítani. Hát az mekkora gáz, amikor ugye azt olvastuk, hogy nem emlékszem pontosan, melyik skandináv ország, talán skandináv ország volt, ugye, ahol a gyermek kaphat semleges nemet, és majd ő eldönti, amikor fölnő, hogy ő férfi vagy nő szeretne lenni. Tehát ugye az ember pislog néz ki a fejéből, hogy komolyan ilyen lehetséges, ez hogy majd eldöntöd. Nem feltétlenül a jó irány. Igen. Úgy gondoljuk mind a ketten. De ez pont annak a hozadéka, hogy pénzért mindent meg lehet venni, ugye? Mert gondolom ez a bírósági eljárás is pénzbe kerül, az úriember ugye lemond a nyugdíjáról, és ő 20 évvel fiatalabb lesz. Jó, de az... vagy ahogy mondtam a zenei szünetben, hogy én akkor eldöntöm, hogy holnaptól pálmafa szeretnék lenni, hogy akkor egy picit már menjek én is a végletekig, mert ugye itt most 20 évről van szó, mert tényleg az csak idő, tehát az egy relatív dolog, de hogyha én akarok, akkor pálmafa szeretnék lenni, és igenis kiárom azt az utat, hogy én, mit tudom én, 2-3-4-10 év múlva, hogy én pálmafa legyek, és ne ember. Jó, de az, hogy az úriember 20 éve a dokumentumokban is fiatalabbnak akarja magát láttatni, az legalább akkora hazugság, sőt, még nagyobb hazugság, mint hogyha csak a Twitteren, vagy nem tudom, mivel volt neki problémája. Írom egy 20 éve fiatalabb dátumot, akkor pont azt a dátumot írja be, amennyinek ő képzeli, meg azt látja a másik ember, amit ő akar látni róla, mert állítólag zseniálisan néz ki. Nem azzal van az embernek probléma, hanem tényleg jó képű, a korával van baja. Akkor írjon olyan születési dátumot, ami neki szimpatikus és slusz plusz. Tehát most attól függetlenül, mert neki sikerülhet dokumentumokban 20 éve fiatalabbnak feltüntetni magát, attól ő még annyi éves, amennyi, még akkor is, hogy az idő relatív, az a relatív idő eltelt, tehát az le lehet tagadni, az akkor is eltelt. Amúgy kis Lórend kollégámmal vicceltünk ezzel, hogy annó, mikor berobbantok, mikor meg az európai klubok elkezdtek Afrikából vásárolni játékosokat, idegen légiósokat. Diszkóra gondoltam, azt mondtad, hogy az európai klubok. Nem, labdarúgó klubok, bocsánat, igen, lehet, hogy ez így sok értelmű, igen. És rengeteg esetben kiderült, hogy a játékos mint 16-20 éves került a klubhoz, de és természetesen azért került oda, mert zseniálisan focizott, ezért figyeltek fel a labdarúgó klub megfigyelői egy afrikai bajnokin, és aztán később kiderült, hogy amúgy az úriember már rég elmúlt 25 vagy 28, csak a papírjai nem voltak rendben, és úgy került Európába, mert ugye hát csak nem hozol egy 28 éves afrikai labdarúgót, akiben már nincs egy, mit tudom én, 5 év, hanem hozol egy 19 éves, aki még 10 évig rúgja nálad a bőrt. Igen, de a vicc ezekkel az afrikai emberekkel, hogy azok hozzánk képest még 25 évesen és még 15 éves simán lejátszik, nem tudom, honnan van olyan fizikai erejük, de bírják. Tényleg nem tudom hova tenni ezt a témát. Most ha azt mondom, hogy remélem, hogy nem sikerül neki, akkor most rossz vagyok, de vállalom ezt a rosszaságot, mert akkor tényleg valószínűleg bármit el lehet érni. Ami nem baj, hogy bármit elér az ember, de ez szerintem egy ilyen nonsense dolog. Tehát ennek valamilyen szinten nincs semmi értelme. Az úriember biztos nem így gondolja, meg biztos vannak még, akik nem így gondolják, hogy hát Péter, hát miért? Hát ha ő úgy érzi magát, hát akkor érezze úgy magát, hogy ő 49, de most ezért kijárni egy ilyen utat, és akkor verni az asztalt, hogy de én 49 éves vagyok. Nekem meg 38-as a lábom.
és ki akarom járni azt az utat, hogy 38-as a lábomat ismerjék el, és tüntessék fel, nem tudom, a személy azonosság. Nem, mint 39-es. Igen, az nem mindegy, az nem mindegy. De hogy 38-as, mekkora hülyeségek ezek, komolyan mondom. Emberek a világon azzal foglalkoznak, hogy ezt kitalálják, és ezt véghez vigyék, és ráadásul ebből mit csinálunk hírt meg az újságírók, mert ezzel nem kéne foglalkozni. Igen, de ez már egy másik téma, majd valószínűleg erről is fogunk beszélni. Szóljátok hozzá ti is a műsorhoz, erhangja.ropenrádió oldalon lehet minket hallgatni, de ha már ott vagytok és halljátok, hogy ezt mondom, akkor valószínűleg már nem kapcsoltok oda, mert halljátok, hogy ezt mondom. A Facebook oldalon is el lehet minket érni, ott várjuk a kommenteket, hozzászólásokat, YouTube csatornánkon pedig vissza lehet hallgatni korábbi adásainkat. Zene után jövünk vissza, beszélgetünk még témákról, ugyanis még van 20 percünk. Érhangja.ro/rádió. Ez még mindig a Szájkarate 2.0, Demján Zsoltal és Lenkár Péterrel. Elárulok annyi kulisszatitkot itt a stúdióból, hogy általában én szoktam kiválogatni a híreket, de most Zsolt talált egy nagyon érdekeset itt a Nemzeti Sport oldalán, miszerint ugyebár október végén hatalmas sport kavart az a hír, miszerint brutálisan meggyilkolták a brazil másodosztályú bajnokságban szereplő San Bento 24 éves középpályását, Daniel Correa Freitas-t. Futballista halála után azonnal megkezdődött a nyomozás, és most további megdöbbentő részletek derültek ki arról a bizonyos esetről. Hát ugyebár így dióhéjban ismertessük a történetet, ugyebár az úriember, ha már beszélhetünk ilyen megfogalmazásba róla. Azért ez durva. Durva történet, igen. Mármint azt, hogy úriembernek nevezzük. Ja. Kit egyébként? A fért? Hát a futballistattól még lehet úriember. Nem a fért, semmiképpen a fért, mert még most nem is beszéltünk férről, hanem a labdarúgót, akit... Az még lehet úriember. Hát lehet úriember, de egy úriember nem követi el ezt a hibát, hogy Twitterre feltölt olyan képeket, hogy egy hölgy elfekszik az ágyba, ráadásul úgy, hogy a hölgy ugye pár férjezett, és arról szól a történet, hogy mikor a hölgy férje meglátta ezeket a fotókat... Megvédeném a futballistát, de a futballista nem biztos, hogy tudta, hogy a nő férjezett, mert lehet, hogy nem mondta el neki a nő. Túl naív vagy. De akkor nagyon naív a futballista. Ja, persze. De miért gondolod, hogy a futballista ilyen naív? Mert csak másodosztályú? Elnézést, javítanám, a labdarúgó klub a másodosztályú, amiben ő játszik. Amúgy lehet, hogy ő egy első osztályú labdarúgó, csak nem kapott állást egy első osztályú klubba. Na minden esetre... Teltház volt. Teltház a pályán, igen. Amúgy mindig beszoktak rohangálni a szurkolók a dél-amerikai meccsekre. Szóval folytatom a történetet, mikor a hölgy férje meglátta ezeket a képeket a Twitteren, akkor összeszedte a haverokat, hogy picit móresre tanítják a másodosztályú labdarúgót. Hát nemi szerv csonkításról volt szó, védekeztek. Ebbe egyeztek meg? Ebbe egyeztek meg, igen, mert hogy az egy olyan tényleg... Ezzel védekeztek. Persze, tehát hogyha nekem is bedobnák ezt a témát, én tökéletesen beleegyeznék. De minden esetre nemi szerv csonkításban egyeztek meg a srácok, aztán a végén lefejezés lett a vége. Védekeztek a haverok, ugyebár, mert hogy a felbújtó, a hölgy férje, ő egyszerűen levágta a labdarúgónak a fejét, mármint konkrétan a nyakáról, hogy ne essen félreértés, hogy még feléről van szó. Minden esetre még tart a nyomozás, azt írja itt a cikk végén, hogy még lehet, hogy előkerülnek nagyon érdekes dolgok. Zsolt állítja, hogy a hölgy nem árult el. Elnézést, hogy ő férjezett. Összönleg ebből lett a probléma, ugye? Megint a nők a hibásak. Szerencsétlen futballista. Én nem tudom azt elhinni róla egyébként. Tök jó fej. Tök jó fej, igen. Megtűnik. Igen, főleg fej nélkül, illetve a legnagyobb fejetlenségét a csonkítás előtt végezte, ugye? Igen. Én nem gondolom azt róla, hogy ő tudja, hogy férjezetnővel van ágyba feküdve, akinek a férje ilyen örültségekre képes a barátaival együtt. Én azt gondolom, hogy ő összejött ezzel a csajjal, és nem tudta ezt most, az információt. De most kérdezek egyet, te összejössz egy csajjal, jó, ez. Tényleg az első dolgod most, ha férjezett, ha nem férjezett, hogy a Twitteren fotózkodsz vele, míg ő alszik? Eszembe nem jutna. Na ez az. De lehet, hogy már régóta együtt vannak, és régóta nem tudja.
Sose tud. És akkor ezzel így megpecsételi a kapcsolatukat, nem? Hogy feltölt egy képet a Twitterre. Ezzel akartam lehet elmélyíteni. Ez a modern, megkérem a kezedet. Lehet ezzel akarta mutatni azt, hogy komolyan gondolja ezt a kapcsolatot. Mert hogy ő nem titkolózik a futballtársai előtt. De... És aztán végül a hölgy férje gondolta a legkomolyabban ezt a kapcsolatot. De engem nagyon érdekel, ő nagyon komolyan gondolta, és engem nagyon érdekel, mi van a nővel. Mondtam neked is, hogy a nőnek mi volt a büntetése, mert hogy gondolom, hogy ez a kép nem úgy készült, hogy a feleség egy hotelszobában valahol elaludt az a futballista, meg kilest és oda bújt mellé, hogy csináljon vele egy selfie-t, miközben alszik, tehát egyébként föl vannak öltözve. Tehát most miért kellett ezen megharagudni annyira? Ja, értem. Tehát ez nem egy mesztelen kép, látod a képet? Látom, itt van előttem, megtaláltam a cikket. A nő is, és a futballista aha, is. Tehát, hogyha életed párját meglátod egy felöltözött férfivel egy ágyba feküdni, akkor nem gondolsz semmi rosszra, ugye? Jó, természetesen nem arra, hogy levágod a fejed, de úgy semmi nem fordul meg a fejedbe. Legfőképp azt, hogy megcsonkítsad az úriembert, aki fel van öltözve a feleséged mellett egy ágyba. Komolyan, hogy Twitteren. Eszembe nem jutna, és lehet, én vagyok nagyon naív. Lehet, hogy barátok. Igen. Lehet, nem tudom, hát tényleg én is most találkozok ezzel. Mondjuk a hírt már hallottam, de tényleg csak egy ilyen száraz fejcímet olvastam, hogy megöltek egy labdarúgót. Ezek tényleg ilyen új részletei a hírnek. Várjuk hozzászólásaitokat ebben a témában is, még egy pici sporttal foglalkozunk, ugyanis a török bajnokikra általában az jellemző, hogy a szurkolók nagyon fanatikusak, akár felgyújtják a fél stadiont is, hanem az egészet. És érdekes módon, hogy ez a labdarúgókra is elég jól ráragad. Tüzes a hangulat. Tüzes a hangulat, maradjunk ebben. Múlt héten is így volt, múlt hét pénteken Galatasaray Fenerbahçe rangadót rendeztek a török bajnokságba. Hát nem mentek a szomszédba egy kis balhér a mérkőzés közben, illetve a végén se. Mindjárt megismerkedünk ezzel a hírrel, maradjatok még velünk, 10 percet itt leszünk. Érhangja.ru per rádió. Utolsó bejelentkezésünk a mai Szájkarate 2.0-ban 9 perc múlva 8 óra, úgyhogy lassan el fogunk köszönni. Viszont van itt még egy hírünk, ugyanis a jövő, vagyis bocsánat, nem jövő, hanem a múlt hét végén török bajnokságban Galatasaray Fenerbahçe mérkőzés rendeztek, ugyebár két isztambuli csapatról beszélünk, talán a két legeredményesebb csapatról. Múltkor volt szó róla az egyik zsírban sportban, hogy Magyarországon már úgy elmúlt ez az Újpest-Ferencváros balhés, nem tudom, biztos emlékszel te is, hogy régen mindig, hogyha a Fradi ute meccs volt, akkor ott előtte vagy utána. Igazából a Fradi mindenkivel, általában. Jó, de ha az Újpest, akkor aztán... Akkor főleg kétszer. A félváros szétszették, illetve rendőröket vezényeltek ki, téglák dobottak jobbra-balra, lovasrendőrök, és a többi. És közben a téglagyár is rá kellett készülni, mert tudták, hogy folyni fog a tégla. Na most ugye a török labdarúgásról, a török mentalitásról is tudjuk, hogy elég tüzes népség, illetve a labdarúgó pályán is ezt többször bizonyították, hogy néha semmiből hozták vissza a mérkőzéseket. Szigeti veszedelem óta. Szigeti veszedelem, megégtek, igen. Ezen a mérkőzésen 3-8 mérkőzésig szóló eltiltásokat szabott ki a török labdarúgó szövetség fegyelmi bizottsága a múlt hét pénteken a Galatasaray Fenerbahçe bajnoki rangadó után történt dulakodás miatt. A 2-2-es döntetlennel zárult találkozó hajrájában Roberto Soldado, a Fenerbahçe játékosa, és Younes Belhanda, a Galatasaray labdarúgója kakaskodásával indult a balhé. Ezután hatalmas tömegjelenet alakult ki a kezdőkörben, ahova a pályán lévő játékosok mellé a kispadról is berohantak a labdarúgók, valamint az edzők. A legszigorúbb büntetést a Galatasaray egyik segédedzője, a korábbi válogatott focista Hassan Sás kapta, aki 8 meccsre tiltottak el. Rajta kívül a találkozón kiállított Badun Diaye, valamint Ryan Dong és Gary Rodriguez 5, 6, illetve 3 mérkőzésről szóló eltiltást kapott a sportszerűtlen magatartás miatt. A vendég Fenerbahçéből az egyaránt kiállított Jailson 8 és Soldado 6
mellett a vezetőedző Fatih Terim 7 mérkőzésre fog hiányozni, utóbbi a játékvezető inzultálásáért, valamint a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón tett nyilatkozataiért büntették ilyen súlyosan, írta ugyancsak a Nemzeti Sport Online.hu. Nekem az fogalmazódott meg a fejembe ezután a hír elolvasása után, hogy ugye felvezettem a tüzes törököket, de hogy itt felolvastam legalább 8 nevet, amiből 2 volt török. Hogy ez hogy van? Tehát, hogyha elmész spanyolként, vagy mert ugye, ha jól tudom, a Roberto Soldado spanyol. A Geri se török. A Younes Belhanda se egy olyan nagyon gyakori török név, illetve igen, a Ryan Donk, meg a Geri Rodriguez se, főleg a Badun Diaye. Tehát, hogyha elmész Törökországba, akkor belefoglalják a szerződésedbe, ha Galatasaray játékos vagy, akkor ha a Fenerbahçével játszunk, akkor valami legyen. Elvisz az indulat, de tudod, olyan hogy van, leszel. Tudod, hogy van ez, hogy a játékosok azok jönnek mellett. Tehát, hogyha ezt a szurkolók csinálják, akik egész életükben eldöntötték, hogy ők már pedig Galatasaray szurkolók, és mondjuk Roberto Soldado esetében tudom, hogy játszott más klubnál is. Képzeld, amikor jövőre átigazolsz. Igen, és csak azért veri meg majd a másikat, igen. Tehát, hogy érted mi a kérdés? Tehát, hogy ez így benne van a showba? Tehát a török ligába, ha Galata Fener van, akkor lehetsz te spanyol vagy szenegáli játékos, balhézni kell. Valószínűleg nincs benne a szerződésben, valószínűleg, hogy ilyesmi nincs a szerződésben, de most képzeld el, hogy ott vagy te spanyolként a török Galatasarayba, és Fenerbahçéval focisztok, amikor elkezdenek kakaskodni a kezdő vonal környékén, és bemennek mellőled a kispadról a kollégák segíteni, szétrúgni a fejét a másiknak, mi ülsz ott? Jó, de hogy mondjam? Tehát a meccs után miről beszélgettek, hogy hallod, Péter, te miért nem jöttél? Aha, értem. Te mit csináltál ott? Mert te spanyol vagy? Jó, de most tényleg nem arról van szó, de a Fenerbahçe Galatasaray az legyen egy török téma, vagy egy török ügy. Tehát, hogy ne a... Jó, de hogyha a Fenerbahçe-ban van 3 török, a Galatasaray-ban meg 7, akkor az a 7 megveri a 3-at. Most vagy még mindenki, vagy senki, érted? Jó, de ez az, hogy török focisták nincsenek, mert az egyiknél a segédegyző, a másiknál meg az egyző volt, aki balhézott. Tehát a játékosokról szó sincs, török játékos neve nem hangzik el. Csak a spanyolok, meg a Geri Rodriguezek, meg a Diaye-k. Tehát azt tudjuk itthonról, hogy a legnagyobb csúnyaságokat a magyarokra azok szoktak mondani, akiknek magyar gyökereik vannak, és románoknak hívják most magukat. Hát be kell valahogy jól vagyjanak, és megmutassák, hogy ők igazából az idegen légiósok a legjobb törökök. Mondjátok el ti is véleményeteket a műsorban elhangzott témákról, ugyanis meg lesz ismételve ez az adás holnap reggel. Ne fenyegessünk senkit. Nem akarunk balhét. Szóval reggel 5-től, illetve délelőtt 10 órától újra lehet itt hallgatni az érhangja.ro per rádió oldalon ezt a műsort, vagy meg lehet találni majd a YouTube csatornánkon is. Facebook oldalunkon meg lehet találni azokat a linkeket, amikkel el lehet jutni a YouTube csatornánkra, vagy pedig a YouTube-on egyszerűen ékezettel be kell azt írni, hogy rádió ér, és akkor már is meg lehet találni. Köszönjük szépen mindenkinek, aki minket választott ezen a délutánon, vagy inkább estén, most már így mondom. Nagyon szép estét kívánok mindenkivel. Holnap reggel 9 órától ugyancsak velem lehet találkozni, ugyancsak élőben, a Jó Reggeli című reggeli műsorunkban. Úgyhogy szép estét mindenkinek, hallgassatok minket, kattintsatok, lájkoljatok, szóljatok hozzá. Szép estét! Sziasztok! Szájkarate 2.0